szerettem például, amikor bekerültem a Nemzetibe, hát az, ahogy engem ottan szerettek ezek az óriások, ez páratlan élmény. Vagy nagyon szerettem például 10 évig a Svajdán színésznője lenni szolnokon. Nagyon szerettem az Alföldi. Mondtam neki első 2 év után, hogy hallja, eddig észre se vettem, hogy maga az igazgató, mert nem törődök én azzal. Soha nem éltem azzal vissza, hogy milyen lehetőségeim vannak. Soha. De mindig tiszteletben tartották azért, hogy kértem, hogy most kis szerepeket szeretnék, mert például a kritikai halálom után kértem az Alföldit, hogy csak kis szerepeket játszok. De utána az Alföldi csinált egy olyan 3 évet, hogy megszakadt az ember szíve a gyönyörűségtől. Itt pedig most a Vidnyánszkival úgy vagyok, hogy amikor Gyulára meghívtak engem játszani egy nyáron, és mondtam, nagyon szeretem a Gyula igazgatót, Várszínház igazgatóját, és mondtam, hogy tudja, hogy én nem játszok már nyáron, nem létezik. Azt elmondanám, hogy mondom, senki, nem valakihez nem megyek el, hanem nem játszom nyáron. Azt mondja, mégis elmondom, a Beregszászia. Mondom, ja. Én akkor tudtam, hogy Moszkvától Párizsig ismerik ezt a műhelyt. Aztán később én nyitottam meg velük a Beregszászi Magyar Nemzeti Színházat. De akkor ők iskolákban meg Grúziában mentek rossz buszokkal meg. Szóval nagyon rossz körülmények között dolgoztak. És mondom, akkor elmegyek, mert ki szeretném próbálni, hogy beleférek-e még egy olyan műhelybe, amilyen az övék. És volt Párizsban, vagy nem is tudom, a Nancy Fesztiválon, Franciaországban. Mondták a Trillék, hogy izgultak, amikor, hogy majd én megyek. Pedig ők már készen hozták az előadást. Én nekem van 10 mondatom, de végig tudom az egészen. És meg kell mondjam, az életem egyik legfárasztóbb, legigényt. Mert rájöttem, hogy ha csak ennyit csinálok háttal a közönségnek, mikor ezt kellene csinálni, akkor már senkire nem figyelne, csak az, hogy én unom. Na, tehát ez nem tudom érteni, hogy mit magyarázok. És akkor mondtam a Trillnek, hogy nem 10 gultatok arra miért, hogy beférek-e még egy ilyen műhelybe. Én szeretek, ezért mentem el a Maladipe színházba, a Zsolt térrel a szobaszínházba is. Én szeretek kipróbálni. Talán azért vagyok, még 81 éves vagyok, már ki sem merem mondani, borzasztó. És talán azért vagyok még a pályán.